A művészet a nép ópiuma. Az összes művészetek közül számunkra a legfontosabb a film. Lenin. Cseppenként kortyold a művészet mákonyát. Az igazi művészet mindig utat tör magának. A művészet lassan ölő méreg. A művészet rohadt fárasztó, csak ne lenne olyan kibaszott szép. Légy jó erdész a művészet vadonjában. A művészet te vagy. Mindenki művész. A művészet a lélek szextársa. A művészet öl, de szép halált halsz. Nem művészet a társadalom arcába pökni. Hogy mi a művészet, azt én döntöm el. Ez maga szerint művészet? Huligán! Mi ez? Mi mézis? Na, ebben annyi költészet sincs, mint egy stanicli csavaralátétben. Nem nagy kunst. Na, ne csináljon itten kunstokat nekem! Слыши саду даже шорохи, Сазде замерла до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Движется и не движется, сам из лунного серебра. Песня слышится и не слышится. Смотришь из леса, низко голову наклоня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Если в саду даже шорох, Сазде замерла на утро, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. A helyzet, amiről most beszélni fogunk, abban áll, hogy a Nyevszkij prospekt és a Medve utca sarkán, nem sokkal a polgárháború után, a Bronstein és társa patikában, Bronsteinék egyébként Trockij rokonai voltak, tehát a 30-as évek után, hát eufemizmus azt mondani, hogy az életük megnehezedett, hát kivégezték őket, ugye? Tehát az oroszok mindig is ilyen végletesek, tehát amikor mi kint voltunk Moszkvába például, és ellátogattunk a Memorial intézetbe, akkor Lengyelország térképén látni azt a grafit vonalat,
amelyet Stalin generalissimus saját kezűleg húzott a térképre, majd azt a napi 400-500 halálos ítéletet, amit ő szorgos munkával aláírt, nem volt érdektelen, miközben operetbe vittek minket, Csárdás királynő, a mi autónktól 5 autóval arrébb egy Mercedes Jeep tulajdonosát, Stande Pityere fejbe lőtték. Nem molyolnak a részletekkel. Tehát nem merülnek el a riasztók technikájába, nem merülnek el a zárak felnyitásának tudományába. Kiveszik a manuszt, ugye hideg van általában járó motorral, állnak, fejbe lövik, gyengéden félretolják, és már el is mennek a Mercedes személykocsival. Na a lényeg a Bronstein és társa patikában egy új készítmény jelent meg Iljics Csepjei néven. Ami a családot illeti, ők már a Cárevicsnek is készítettek bizonyos pirulákat, amellyel hát a vérzékenységet lehetett volna úgymond csökkenteni. Most pedig látván, hogy Lenin elmondhatatlan megasztárrá növi ki magát, jó lehet, akkor ezt a kifejezést nem használták, mindenki Leninre akart hasonlítani, aki érdekes módon saját üstökét nem kente be a cseppekkel, azért egész egyszerűen, mert a kísérleti fázisban Bronstein a saját 3 lányával próbálkozott, akiket addig-addig kenegetett, míg az arcuk be nem szőrös, úgy, hogy vőlegényt nemigen találtak, így aztán férhez menni se tudtak, és bánatukban a jeges névába ölték magukat. Rákosi meg akarta szerezni a cseppeket, de neki nem használt. A lényeg, hogy ellenben még a hölgyek is vásároltak Iljics cseppjeiből, ők is szerettek volna Leninre hasonlítani, amennyiben egy kis cseppecske arca helyezésével, ugye kecskeszakállat és apárt kis bajuszkát tudtak felső ajkuk fölé gyötörni. Thank you.
én, amikor először 1976-ban megérkeztem Moszkvába, a repülőtéren jöttek a taxisok, elindultunk, és ez a taxis volt az első szovjet ember, akivel én életemben először beszéltem. Hát mit beszéljek? Milyen témák lehetségesek itt? Nyilván, hogy az orosz nyelvkönyv, ugye, akkor már 12 évi orosz tanulás után voltunk, elképzelni is rettenetes, és rámutattam egy magas épületre, próbálván valami kontaktust kialakítani. Ета университет имени Ломоносова? Нет, hú, hát ez nem jött be. Megyünk tovább, hát kiderült, ugye, hogy Sztálin jó voltából 7 darab ilyen épület van Moszkvában, az egyik a külügyminisztérium, a másik egy szálloda, a harmadikból mára ilyen luxus lakásokat készítettek. De emlékszem arra, amikor metróval mentünk a Metropol szálló irányába. Hát önmagában a metró. Hát hogy nézett az ki? Azok a csodálatos homlokba bukó hajtincsek. Azok az opálos tekintetek, amelyekről tudjuk még akkor is, ha ez nem történik meg, hogy meg tudnak fordulni önmaguk körül. Hála a viszonylag folyamatos és rendszeres alkoholfogyasztásnak. És akkor feltűnik egy kolléga, a legfurcsább rendeltetésű szatyrok, kosarak, dobozok, cekkerek, hátizsákok között egy sózott lazaccal, amelyet a csomagolás teljes zárójelbe tételével egy madzagon vezet. Úgy nézett ki, mint egy ságálkép. Leírhatatlan volt. Fordultunk egyet az Árbaton, 400 ember sírt egy Viszocki imitátor körül, és aztán ugye ezek a nagy metropoliszok, gyakran utcai művészek százait izzadják ki magukból. Mi egy pantomim csodára bukkantunk, annyit láttunk, hogy egy kolléga egy bank üvegablaka mellett jön, mint Marcel Marceau, és a kezét így teszi az üvegtáblára. Egy ideig teljesen hitelesnek tűnt, jól lehet az aktatáskája valahol lemaradt már egy kicsit a lábánál, és a helyzet akkor világosodott meg, mikor a sarkon be kellett volna fordulni. Ezt a műveletet barátunk nem tudta abszolválni. Egész furcsán kitámasztott, gondolván, hogy a karja körüli fél fordulattal ő majd értelemszerűen átlendül a derékszögű utcára, de sajnos nem ez történt, fordult egyet, majd abból a lendületből átszaladt a zebrán a másik oldalra, amely nem az ő haladási iránya volt. Akkor még egy kis megvilágosodás látszott, észrevette aktatáskáját a bank tövében, majd legyintett egyet, úgy, ahogy csak az oroszok tudnak.
azokban a bizonyos 30-as esztendőkben is, amelyek a tisztogatás évei voltak, ahogy mondták, a közeli dácsán, Bliznye dácsa is rendezett a gazda rendszeresen, finoman szólva profán összejöveteleket, hajnalban nyúlóig ettek, ittak a cári szervízből, a cári kristály poharakból. Ha bármi kiömlött a személyzet egy pillanat alatt, a cári monogrammal ellátott damaszt abroszokba csomagolta a terítéket, és néhány perc alatt újat varázsoltak az asztalra. Fogyott az erős grúz bor, amelyet Koba nagyon is bírt, ugyanakkor igen, remélte, hogy a többiek, miniszterek, a központi bizottság tagjai, a KGB korifeusai a grúz bortól egy kicsit becsicserítenek, amelynek folyamányaként ugye nem kívánt információkat kotyognak ki. Milyen frivolan hangzik ez a szó, kotyog. Sztálin elvtárs esetében. No, ezúttal egy csillagászati probléma került terítékre. Természetesen az ilyen jellegű problémák, kérdések eldöntése ugye majdnem minden esetben Sztálin elvtársra vár természetesen, aki mindenhez is, így a csillagászathoz is érted, de ez alkalommal kalandvágyból azt gondolta, hogy vonassanak be csillagászati szakértők is, hallgassák meg őket, és ennek alapján alakítsák ki a véleményüket. Jezsov haladéktalanul akcióba lendült, autót küldött a csillagvizsgáló intézet jelenlegi igazgatójához, aki természetesen ugyanúgy nem aludt, mint ahogy senki sem aludt ezen a forró éjszakán Moszkvában. Az emberek egy része ugye a letartóztatást várta, és hajnali négyig ritkán tértek nyugovóra, ugye várták, hogy megjelenjenek a varjak, ugye ezek a fekete, rettentmény, rabszállító kis teherautók. Mások pedig hát hajnalig fenn voltak, alkalmazkodva a gazda alvási szokásaihoz, hogy tehát éjszaka folyamán is bármilyen kérdésben rendelkezésre tudjanak állni. Nos, az autókonvoj megérkezett a csillagvizsgáló intézet igazgatójához, aki kinézett az ablakon, és a harmadik emeletről Stande Pityere kiugrott. Jezsov rendelkezett B-tervvel, amennyiben javasolta, mennének el a csillagvizsgáló intézet korábbi igazgatójához, aki egyébként egy sokkal jobb szakember volt, és akit éppen Jezsov akkor bólított ki a helyéről. Természetesen ez az igazgató is ébren volt, amikor meglátta a kerti úton kanyarogni a nem sok jót ígérő autókonvojt, akkor íróasztalából elővette mindig frissen olajozott browningját, és szó nélkül halántékon lőtte magát. Jezsov dolga végezetlenül tért vissza a közeli dácsára, Bliznye dácse, és jelentette Sztálinnak a történteket. Sztálin harákolva kiverte pipáját a hamutartóba, és a következőt mondta. Nu, tavarisi, akkor ma ne kérdezősködjünk tovább. Of love's melody, that now had a dark coolie home. Cooler was Sada Harche was Sulikoo. Cooler was
sivar díszevni se. Szovjetunió!
Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. Mikrofonnál és lemezjátszónál Cseke László. Akkoriban kisebb volt a kínálat, a popzene nem volt még annyira tiszavirág életű, mint ma, és megszülettek az igazi evergreenek örökzöld melódiák. A szovjet kommunista párt azerbajdzsáni első titkára Abdul Vezirov hírek szerint azt javasolta az örmény és grúz pártvezetőknek, hogy együttesen vitassák meg a kaukázusi köztársaságokban kialakult nemzetiségi feszültségeket. Forgó színpad. Gondolatok vasárnapra. A szolidaritás, a béke és a fejlődés a béke nem képzelhető el anélkül, hogy a felelősek el ne ismerjék. Isten önökkel! Állampolgári bejelentés alapján folyóév zárójel kihúzva án hajnali kettőkor házkutatást foganatosítottunk dr. Meszlényi Guido zárójel Guido budapesti ügyvéd, Vámházkőrút 9, 3. emelet 24/B alatti bérleményeiben. A keresett tárgyat percek alatt felfedtük, ott függött a hálószobában, a családi ágy fele. Nem hittünk a szemünknek. Kodelka őrmester olyan indulatba jött, felháborodván Rákosi elvtárs ilyetén kigúnyolása felett, hogy dr. Meszlényi haladéktalanul nekiesett a gumibotjának. Több ízben. A későbbiekben nevezett előadta, hogy az aktkép egy nyugati festő bizonyos Modigliani műve. Igen? Hát én föltenem, tudtam, hogy azt a barátomat kértem meg. Mit dumálsz? Egy barátomat kértem meg, hogy tegye szalonképesebbé a képet, de nem gondoltam, hogy ennyire vonalasítani fogja. De én igazából amikor nyugodtatom a népidemokrácia és Rákosi elvtárs iránti tiszteletet. Nem értem! Kifejezi tiszteletemet a népi demokrácia és Rákosi elvtárs iránt. Akkor fessék! 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 Szatirizálod Rákosi elvtárs? No, nem a pináját, a fejét! Fessék! A fejét! Fessék! Nem értem!
Pártörténeti Intézet, a már nem is létező Pártörténeti Intézet fiatal munkatársai új források tükrében kiderítették, hogy 1944-45-ben Kádár elvtárs, aki akkor pártját Békepárt néven a lehető legmélyebb illegalitásba vonta, egy rövid ideig Picasso képnek is álcázta magát. Ez egy karbantartott terület! Mondta Babits professzor, az akkori urológia legnagyobb tekintélye, régi baloldali káder, aki aztán később Péter Gábor kertszomszédja lett. A kiskapun át meg tudták egymást látogatni, mind a ketten nagyjából ugyanazt csinálták, csak más előjellel. Ugye a professzor operált bizonyos értelemben. Péter Gábor is ugyebár munkatársaival. Na a lényeg, hogy... Sietnem kell. Az újpesti vasasifik várják a röplapokat. Hát legalább ezt vedd fel! Majd, mint látni fogják, ez egyáltalán nem tűnt olyan illogikusnak az akkori Budapesten. Magát a Picasso képet egyébként Babits professzor még a spanyol polgárháború idején kapta magától a mestertől, amikor megigazította rakoncátlankodó prostatáját. Budapest ekkor már erősen Gernikára emlékeztetett, ha tudta valaki egyáltalán abban az időben, hogy hol és merre is van ez a város. Hieronymus Bosch ecsetjére méltó jelenetek váltották egymást az utcán, minden szabály a feje tetejére állott, természetesen a század leghidegebb telén az divat sem volt döntő szempont, sokkal fontosabb volt, hogy ki a hideg ellen mindent magára tegyen, nyúlszőrkalapra rohamsisakot, sofőrbundát átkötve pongyolaövvel, és kérem tisztelettel, feltűnt Kóner Adolf is, igaz, hogy egy női estélyi ruhát viselve, frak nadrágja fölött, akinek a Damjanich utcai palotájában Rembrandtok is lógtak. Nála mindig volt a zsebébe néhány száz Napóleon arany, hogy nyugodt legyen, és ezt fel is ajánlotta jó szemmel Kádár elvtársnak, aki ugyan ráharapott a Napóleon aranyra, de tekintettel arra, hogy a professzor csak mint eszközt bocsátotta a képet rendelkezésére, de annak tulajdonjogát nem ruházta át, így elállt az üzlettől. Akkor, amikor észrevette, hogy az erőszak szervezet képviselőinek is magára vonja a figyelmét, akkor gyógyósnak tetette magát, és hűlő szájjal, folyó nyállal, a nála lévő két búgó csigával kezdett játszani a járda szélen olyannyira, hogy Hány Péter emberei is meghatódtak. Ember! Emberelje meg magát! Köszönöm szépen! Váratlanul rohant le ránk, vágyunk ez a furcsa láng. Osd el hamar, mert már a húsomban ma. Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte, egy csillagos, még forró május este. És ahogy ott csendben álltunk, lassan összeért a vállunk. Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte, a lelkünk egybe forrott akkor este. Vadul némán fogtuk egymás kezét,
és ezt te már nem téped soha se szép. Mind a kettőnk vesztünk, a lelkünk egybe forrót akkor este. Vadul némán fogtuk egymás kezét, és ezt te már nem téped soha se szép. Vétel. Vétel. Cseh, Gévora elvtárs.
Este 9 hápuszkor, kihasználva portárs főhadnagy elvtárs alvó állapotát, leakasztotta a leányfalui pártüdülő kapujának kulcsát, és falu központ irányába távozott. Erősítés kérek! Vétel! Itt Gerbera, célszemély Cseh Gévara elvtárs, a jelenleg 22H05-kor a helybéli gyöngyszem étteremben szórakozást eszközöl, állítólag resztelt májat fogyasztott nagyfröccsökkel, és a helyi zeneipari dolgozók vezetőjének a Quantanamera című dalt tanítja, és a helységben tartózkodó jó néhány nőnemű szemét táncra kért jelenleg fél órája, pontosan 29 perce, 30 másodperce egy nagymellű Zsuzsa nevű felszolgáló nővel tapadósozik. Ki vált le? Tartson ki, erősítéssel érkezem. Ha szemérem sértést tapasztal, akadályozza meg, Péter! Jelentem, ennek a Zsuzsának a szemérmét már nagyon nehéz lenne megsérteni, már bocsánatot kérek. Vétel. Célszemély imbolygó léptekkel elhagyta a kerthelységet, majd váratlanul Zoboki őrmester elvtárs R60-as BMW-jére pattan, és elfüstölt olyan sebességgel, hogy mire Zoboki elvtárs föltette ismét a sapkáját, már a kanyaron túl volt. Vétel! Vétel, célszemély, fényes délelőtt Gyulainét, az üdülő konyhájának vezetőjét forró sparheltra ültette, és sérelmére szexuális közeledés helyezett kilátásba. Gyulainő üllepe megégett, maszkóját levágták, tomporát kacsazsírral kenegetik, és a díszebéd után kórházba szállítják. Vétel! Célszemély az üdülő horgász felszellelését engedély nélkül magához véve pecázni indult. Egy óráig nem fogott semmit, ami láthatóan felingerelte. Riadólánc formában sikerült mozgósítani a szentedrei MHS béka embereit, akik a vízből 6 kilós pontyokat akaszgattak célszemély horgára konspiratíve. Célszemély megnyugodott. Vétel! Itt Gerbera! Célszemélyt kíséretével együtt végre sikerült repülőgépre ültetni a Tupoljev 136-os típusú szovjet felségjelű gép 30 perccel ezelőtt elhagyta a Magyar Népköztársaság légterét és Moszkva irányába távozott. Ezt követően pontosan 7 perccel három nőnemű személy jelent meg nálam, és vallomást tettek, miszerint szexuális kapcsolatot létesítettek Cseh Gévara elvtárssal, teherbe estek, és a gyerekek felneveléséhez a párt központi bizottságának anyagi segítségét kérik! Check back on
apja. Szétoztom sorsom a földnek, mindegyik szegények kapja. Szívemnek nem kell a tenger, fűrözni hegyek patakja. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Egyenes derékkal jöttem, történelmi időbe tekintve semmiképp se régen Magyarországon köszönhetjük a jelentős pop ikont, amint az Evita című filmben jeleskedett. Több hónapot tartózkodott itt, neki se tűnt fel, hogy az Alkotmány utcai közért emblémáját nem sikerült kitakarni a felvételekhez. Ezen aztán csöndesen derült a fél világ. Nos tehát egy napon a jeles sztár úgy gondolta, hogy megismerkedik a magyarországi elvont művészettel, ezért és e célból Szentendére kocsizott ki egy délelőtt folyamán, és felkereste F. Zámbó István, jelentős avantgard tényezőt. Előző nap, hát öcsikének a napja nem volt éppen a legegyszerűbb, viszonylag munkás, úgyhogy nemigen volt magánál, valahogy kiballagott az ajtóhoz, nagy nehezen kinyitotta a kis lesi ablakot, ahol hát látott egy sminkeletlen civil, hát finoman szólva a lepattanás felé hajló szőke hölgyet, úgyhogy ösztönösen csak annyit tudott mondani, hogy Nix Deutsch! És becsapta úgy a kis ablakot, hogy azt lehetőleg hosszú-hosszú ideig ne lehessen kinyitni. Hát ezek után Madonna arra gondolt, hogy egy konzervatív, megbízható, de még így is aktív mesterhez fordul, Varga Imre bácsihoz, aki Lenintől Kumbélán át Szűzmárjáig megszobort már mindent rögös munkás élete során. Termelői rizlinget fogyasztottak, ez csendesen fel is ajzotta a művésznőt olyannyira, hogy elég bátorságot akkumulált magában, hogy egy szobor hogyanja és mikéntje iránt érdeklődjék. Nem több, mint egy Lenin. Azaz. Magának biztosan nem sok, úgy 450 ezer dollár. Na elmenj maga a jó büdös picsába, Imre bátya. Avval fogta a sátorfáját, és döngve becsapta maga mögött az ajtót. Imre bátya ott maradt egyedül, és észlelte üstöllést, hogy egy rendkívül tőkerős kuncsaftot üldözött el, ezért haladéktalanul utána trappolt, és visszahorgászta őt a műterembe. Van egy ötletem, szinte fillérekből kivitelezhető.
Nézze csak meg a Mohácsi Leninemet, ahogy lépdel lefele a lépcsőn. Levágom a fejét, és a magáit teszem a helyébe. Még a sapkáját is megkaphatja. Édekor! Madonna haladéktalanul a portré elé dobta magát, megszoborandó pózban. A mű maga üstökös-szerű pályafutást járt be, pillanatokon belül az egész világon elterjedt full gender, mondták a New York-i kritikusok, és orgazmus közeli állapotba kerültek. Nem is nagyon kellett az üzlet további menetét Imre bátyának magának irányítania, hiszen a világsztárok sorba jelentkeztek be, így a raktárában porosodó Lenineket, Marxokat, Engelszeket és Kunbélákat méltányos árfekvésben sikerült kiárusítania. Miután már minden szobrot áruba bocsátott, egyetlen megmaradt Madonnája elé térdelt, és imádkozni kezdett. Az, akiről most lesz szó, illetve hát tulajdonképpen nem róla lesz szó, őt sajnos tragikus hirtelenséggel elveszítettük. Mondandónk azonban nem őt illeti, ezért úgy gondoltuk, hogy nem hagyjuk ki a műsorból, hiszen legalábbis egy dolog folytán feltétlenül emlékezetessé tette magát, akár több évtizedre. Igen, erre a bizonyos vasaló akciójára gondolok, amellyel kapcsolatban ugye kevesen tudják, hogy egy országosnak mondható mozgalmat indított el. Az ország bizonyos, általában elmaradottabb részein kiürültek még a kocsmák is. Szombat délutánonként erdőszélen, pincékben, garázsokban férfiak jöttek össze, még inni se igen iszogattak. Összejöttek avval a céllal, hogy férfiúi ékességüket különböző módszerekkel, hiszen igazából nem lehetett tudni, hogy ez a bizonyos vasalás hogy történik, és így nyilvánvalóan a legkézenfekvőbbnek, ugye bár eme nemes ékesség nyújtása látszott. Voltak irodalmi hajlamúak, akik jókora köteteket kötöztek fel oda, volt egy perőcsényi bányász, ő egy 5 kilós karbidlámpával járt fél éven keresztül, ezt később le kellett venni, és korrekciós műtéttel visszatekerni férfiúi ékességet, mások szerszámokat, fejszéket, nagy kalapácsokat, suhikat, kínzómarókat, satukat, sikattyúkat, stanicliben összegyűjtött csavaralátéteket, dobozba gyűjtött görbeszegeket, amit tehát egy ilyen férfiúi portán találni lehet, ezeket függesztették a szent cél érdekében férfiúi ékességükre. Hát sajnos voltak, akik túlzásba vitték a dolgot,
minden forradalomnak megvannak a maga áldozatai, voltak olyan rosszaságok, akik kerezacskójukat vasúti sínre simították, hogy az lesz majd csak a jó kis vasalás. Itt volt olyan eset, hogy hát teljes férfiúi ékességüket el kellett távolítani, de volt olyan is, hogy két vagy három bedolgozónak, talán valahol az Őrségben vagy a Zemplén északi részén, ne talán az Ormánságban, esetleg Tiszazugban, Ózd, Hétestelepen, Pécs, Vasastelepen, Mésztelepen, nem tudni pontosan, az is lehet, hogy az erdélyi Homorod Darócon, ugye bár, mert ott is voltak ilyen körök, nos hát ezt az aktivistát a vonat olyan erővel ütötte el, hogy életét vesztette. Csokoládé, hószínyúra vegyen magának, s a fiának csokó, csokó, csokoládé, mert ez az igazi jó. Csokó, csokó, csokoládé, hó, hogy ide szájú legyen, sok ilyet vegyen, csokó, csokó, csokoládé, benne finom, ogyoró. Minden lesz széles, mégis kell neki, a kell neki a csokó, csokó, csokoládé. Ó, színyóra vegyen magának, s a fiának csokó, csokó, csokoládé, mert ez az igazi jó. András, remélem emlékszel még rám. Ha másra nem, közös csillebérci táborozásunkra, a Karikás Frigyes Általános Iskola 314-es Karikás Frigyes úttörő csapatával 1954-ben. Te nótafa voltál, én kukta. Egyszer együtt voltunk Őrségben, amikor is indítványoztat, hogy mutassuk meg egymásnak. Te szolgálati elemlámpáddal is tájékozódtál, és javasoltad, hogy az őrsi zászló végét dugjuk be nekem, oda. Én akkor elzárkóztam, amit azóta is bánok.
Három gyermekem van, 9 unokám. Kimondhatjuk, megértem a feladatra. Az őrsi zászlót azóta is őrzöm. Várlak, Péri. Hegyek között, völgyek között, zakatol a vonat. Én a legszebb lányok közül téged választalak. Egy a jelszók, tartós béke. Állj közénk, és harcolj érte. Hegyek között, völgyek között, zaka, 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 zakatol a vonat. Én a legszebb lányok közül téged választalak. Hú-hú! Tartós béke, hurrá! Harcolj érte! Oi, oi, oi! Hegyek között, völgyek között, zakatol a vonat. Én a legszebb lányok közül téged választalak. Egy a jelszó, tartós béke. Állj közénk, és harcolj érte. Oh,
tart, te is, te is, ti is, én is, te is, te is, ti is, ti is, ő is, én őrülsz a fékén, és talpaid előtt, őrülsz a fékén. Gondolkoztam, hogy nálunk a módszerváltás vagy szőrös cumi csere, ha észrevették, egyetlen egy öngyilkossággal nem járt. A Derék Pap nevű Veszprém megyei első titkár először lelőtte a feleségét kulturáltan, majd saját magát, de kiderült, hogy ez orvosi hátterű kérdés volt, tehát szó nem volt arról, hogy ők bármit megbántak volna. Ezzel szemben, hát mondjuk a háború végén Berlinben 10 000 szám lettek a németek öngyilkosok, akik azt gondolták, hogy szeretett Führerük elvesztése után az élet nem realizálható, az életnek nincs értelme. Most mesélek egy picit egy csodálatos néniről, akinél 7 próbás nácit a föld nem hordott, 2-szeres náci pártagsággal rendelkezik, talán látta valaki Seiberberg 7 órás dokumentumfilmjét, amit készített az öreg lányjal, akit ugye úgy hívnak, hogy Winifred Wagner. Winifred Wagner a menye volt magának Richard Wagnernek, tehát Richard Wagner legidősebb fia, Siegfried volt az ő férje. És valamikor a 70-es években hosszú többórás interjút készített vele, ugye ez a bizonyos Seiberberg, és hát egy ilyen konok valakit azért nem minden bokorban lehet találni. Muszáj vagyok kis német idézeteket beletenni, mert ahogy beszélt, az önmagába isteni volt, ugye egy angol nő, aki németül ugye beszél a filmben, azt mondja, na ja, de Wolf kam zu mir. Wolf volt a Hitlernek a beceneve. Tehát Wolfnak ő csak a legbelsőbb, legbizalmasabb kör hívta. Ja, de Wolf war bei mir. Schon als Kanzler. Hat ein Zimmer genommen in einem kleinen Dorf, irgendwo unten, ja.
immer am Abend gegen Abend gekommen, selbst gefahren, ja. Ugye? Tehát egy kis szobát vett ki valahol a közelben, már kancellár volt, maga vezette az autóját, szóval meg kell bolondulni. Immer eine Kleinigkeit für die Kinder mitgebracht, ugye egy kis pralinét, és utána ültek a kandalló előtt, és arról fantáziáltak, hogy milyen nagy operaházat fognak építeni, mert hát nyilvánvaló volt, hogy az akkori operaház az nem lehet elegendő a megnövekedett igényeknek, és ugye helyette kell egy nagyobbat építeni. Megkérdezi a riporter, hogy hát keine Politik, nein. Nein, wir haben uns nur über Bayreuth unterhalten, ja, semmi politika nem volt, csak Bayreuthról beszéltünk. A lényeg az, hogy a végén ugye megkérdezi, hogy hát mégis a zsidókkal mi volt a helyzet, hozzátéve, hogy az összes zsidó muzsikust Bayreuthba megmentette. Na és akkor megkérdezték, hogy akkor a holokauszttal mi a helyzet, azt mondja, darüber wusste der Wolf aber nichts, hogy nem tudott róla semmit. Das haben seine Leute gemacht. Nein! És erről ő masszívan meg volt győződve, de hogy Hitlerrel nem lehet viccelni, tehát a németek ebbe teljesen be vannak görcsösödve, a következő történt, mint fontolva haladó hobbináci egy kirándulást szerveztem Berchtesgadenbe, ugyebár, ami hát mégiscsak a csúcsok csúcsa, semmit nem lehet már látni, van néhány bunker, amiről csak mesélnek, hogy ők voltak lent, nem nagyon lehet lemenni, egyedül ugyebár ez a sasfészek maradt meg, ami a csúcson van, egy nagy gránit kövekből épített vendéglő, isteni fotók vannak, amint az amerikai katonák ott tücsörögnek lábukat az asztalra téve, hát értelemszerűen 45 után, és a Mussolini küldte a kandallót, ugye Hitler klausztrós volt, tehát összesen 21 néhányszor volt ott fent, ahová ugyanis először autóval kell menni egy keskeny úton, ezt a Bormann építette az 50. születésnapjára, szeretett Führerének tisztelettel, majd pedig jön egy lift, és a lift aztán felvisz ebbe az étterembe. Na most ugye a németeknél minden pontosan működik, és én gondoltam, hogy elereztek egy kis viccecskét. Ugyanis piros buszok visznek föl a vendéglői, keskeny az út, kettő nem fér el, tehát nagyon precízen kell ezeket egyeztetni, és nagyon precízen kell járni, és a mi buszunk késett méghozzá legalább 8 percet. Erre benyomtam a sofőrnek a magam keresetlen modorában, hogy na ja, wenn es unser Führer erlebt hätte, ha ezt a Führer megérte volna. Na most Magyarországon mi van? Hát rálépek a pöcsödre, az hátra löklek. Tehát nincs ebből ilyen. Itt a teljes lefagyás. Tehát semmilyen reakció, mintha meg se hallotta volna, a legteljesebb lefagyás, miközben Berchtesgadenbe mindenki Hitler miatt megy. Tehát néha álcázásul vesznek ilyen botokat, és kiskalapom, zergetollas kiskalapom, ugye a gerincen ott próbálnak sétálgatni. Először is én nagyon hamar rájöttem, hogy az alpesek megismerésének nem feltétele, hogy ilyen síbotokkal krapanciázzunk. Föl kell menni a sílifttel, a 60 méterre lévő élménykombinátba elhelyezkedni, és onnan is lehet csodálni, még ha egy pár sört is megiszik az ember, ott ugye nagyszerűen lehet csodálni az alpeseket. Szóval nem lehet a németekkel szórakozni, és ebbe vannak beragadva, mert hát
A 20. századnak ez a két hőse volt, akit az előbb vetítettünk, Sztálin és Hitler, és ez szörnyű belátni az egész kultúrának, hogy a mai napig az esti televíziózás két szupersztárja a különböző történelmi csatornákon. Hát nekem, ha a heti két Hitler filmem nincs meg, média vákumban vagyok. Jaj. Bírhat lopni, nem te, és nem a te barátod az ország kereke. Ki kell menned a térre vizelni, vagy az ország székre. Birtokolnod kell, és nektek csordítani a mézt. Megmagyarázni, és mindenkitől elvenni az észt. Engelsz Lenin, s kezdődhet előről minden menin. Marx, Engelsz Lenin, s kezdődik előről minden menin. Kell a túl sok is még? Miért nem elég a zsírodon sülni és dőzsölni a lopottakban? Miért kell az örökké lopó lánnyal nősülni és futni a kopottakkal? Marx, Engels, kezdődik előről minden megint. Marx, Engels szerint, s kezdődik előről minden megint. Legyél már bátor, baszd ki, és a széllel szembe pisilni. Merj gondolkodni, olyat még itt előtted úgy sem csinál szinte senki. Majmolok fucking országa, velünk van tele az országháza.
Megölünk mindenkit, ahogy kell. A hatalom vérfürdője nem maradhat el. Aztán születnek újak a romokon, akik majd minket lopnak szét, míg minden élet ki nem szárad a puszta homokon. A rendszerváltás után szerepeltem egy filmben, Itt a szabadság, az a címe. Ez egy méltán az ismeretlenség homályába dermedt mű, bár a Kossuth Rádióban azt mondta róla Báron György, hogy Hippolit elhagyja a vásznat, ilyeneket mondott. Na elég az hozzá, itt ez egy improvizatív dolog volt, egy Moszkvicsban utazunk, két filmgyári simlés, jó magam és Andorai Péter, akinek nem volt egyszerű a feladata, mert ő nem volt ahhoz hozzászokva, hogy én még egy mondatot se tudok kétszer ugyanúgy elmondani. Ugye? A másik, hogy rengetegszer megnevettettem, ami hát szintén nem tett jót a produkciónak, nekünk jót tett, mert rendkívül jó kedvünk volt. Na, a lényeg az, hogy elkészült a film, és fölhívott Vajda Péter, aki jelenleg gasztronómiai szakértő, és azt mondja a Pierre, hogy hát ki lehetne menni a moszkvai filmfesztiválra. Hát akkor én, ugye, hát a rendszerváltás idején, hát én szívesen, hát a legszívesebben mentem Moszkvába, a világ bármelyik desztinációját figyelembe véve, mondtam, azonnal megyünk, természetesen én képviseltem a magyar színészetet, tehát én akkor már sejtettem, hogy ezzel a rendszerváltással baj van. Tehát ha én képviselem a honi színészetet Moszkvába, akkor ezen érdemes azért elgondolkodni. Na, elég az hozzá, hogy ez egy első osztályú kiemelt fesztivál, tehát én úgy éreztem, hogy a világhír kapujában állok, és a vetítés után ugye oda moszkvaiak nem mehetnek be ezekre a vetítésekre. Ez még egy ilyen régi, szép hagyomány, és hát én úgy próbáltam mutatni magam ilyen előnyösebb szögekből, hogyha a Metro Goldwyn Mayer vagy a 20th Century Fox valamely producere esetleg rajta felejti tekintetét római profilomon, akkor ne legyen itt egy szerződésnek akadálya. Na végre, ugye minden fesztivál kiterveli ezeket a gyári őrülteket, akik persze be tudnak jönni. Jött egy fickó, szódatalp szemüveg, a bal eltörve, többször használatos nejlonszatyor, amiben ilyen prospektusokat gyűjt, de van benne sózott halas szendvics is, esetleg gumipapucs, nem lehet tudni. Hát miután más látogatóm nem volt, én gondoltam, hogy a kollégára rászánok néhány percet, rendkívül udvariasan mondom, Sándor, de na. Aktivizálódott már régóta nem használt orosz szókincsem, és megkérdeztem Puskin és Csehov nyelvén, hogy kto ty? Hogy te ki vagy? Így nézett, mondom, ty aktyor?
Mondta, nyet. Tű, kamera? Nyet. Tű, režisszor? Nyet. Hát mondom, akkor kto tű? És így leengedte a szemüvegét, és azt mondta, ja, zritjel, én vagyok a néző. Köszönöm szépen, ez csak egy kis anekdóta. Köszönjük szépen! Erre gondoltunk. Önök valószínűleg nem, de mit tegyünk? Amit hoztunk, jó szívvel hoztunk. Itt áll mellettem Takács Fülöp úr, az Operaház gyermekkórusának kiválósága. Tőle jobbra Bozó Andrea. Tőlem balra a kiváló Váci Eszter zenekarjának tagjai, változatlanul szerényen, rengeteg munka után,
ott a sarokban, de egy tapsot ők is megérdemelnek. Nagy Kriszta Tereskova, Szőke András, Tóth Jocó és Friedenthal Zoltán úr, valamint Vári Bence kiváló táncosai, őket úgy hívják, hogy a Vári Dance, és itt van Vári Bence barátunk is, nagyon köszönjük! Rengeteg munkát végeztek, ez a produkció sajnos nem látszik, meg ez különben sem esztétikai kategória. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Hát nagyon remélem, hogy egy pár évig úgynevezett kísérleti színházba nem mennek. Jó éjszakát, viszontlátásra! Dr. Máriásnak kérek szépen egy tapsot, aki a képeket készítette. Köszönjük szépen, viszontlátásra! Köszönjük! Egyesítsed szellemeddel, mit szór derkölt szétszakít. Testvér lészen minden ember, merre lengnek szárnyaid. Egyesítsed szellemeddel, mit szór derkölt szétszakít. Testvér